Most különböző meccseket fogunk látni, például az előminek az volt a munka címe, hogy amikor kritizáljuk egymást. A következő szituációban anyu otthon van és vendégeket várnak. Tessék, drágám! Semmi, csak azt mondta, hogy esít a nap a tetőablakon és megvakul. Örülj neki! Ennek örüljek! Hasadra süt a nap, én már tudnád, hogy mi mindent előkészítettem. Várja, maradj nyugodtan, meglepetés lesz. Jó, tudod, ma jönnek a Szabóék. Jaj! Kitaláltam egy jó kis meglepetést. Igen? Aha. Tegyünk ki magunkért, a múltkori bulinők annyira kitettek magukért, nem? Öllő! Igaz, hogy szerintem rendelték azt a kaját, de én magam sütök vacsorát. Úgy döntöttem. Sőt! Hogy mit sütök? Mert nem látod meglepetést. Ha mit sütök? Sütök eredeti, olasz, pizza. Igen? Igen. Recept? Mi az, hogy recept? Én találtam ki. Na jó, a tészta az recept. Igen? Igen. És mi kell? Hát, mi kell bele? Valami könyv hozzá, vagy? Nincs könyv hozzá, múltkor láttam a... Hol? TV-paprikában biztos. A TV-paprikában, honnan tudod? Te is nézel. Én is nézem. TV-paprikában láttam. Kössék én is el valami egyet. Ne, kössé már, drágám. Ez a tészta. Ez a tészta? Jó, tudom. Úgy van, tehát összeállítottam a tésztát, már nem a fölkettem, aztán biztos tekintem mellé, de nem vetted észre, amit elutyogultam. És hány tojás kell bele? Magad. Raktam el 4 tojást. 4 tojás, igen. Fél kiló lisztet. Fél kiló liszt. Igen, 25 dek a margarint. Víz? Egy kis, hát egy pici víz, de egy kis tej, egy só, tej, meleg tej. Csipetnyi só és csipetnyi cukor. És élesztő nem kellett bele? Élesztőt a tejben futottam föl. Jó. Jó csinálod. Jó. Na, és akkor most gyúrom. Nem kéne egy kis liszt még ehhez, mert tök ragad az egész. Kicsit, mert nincs kész, hát töröl már le a kezed, még itt állsz csíkos pizsabában, konyhában, hát nem érzed magad? Nincs kedve már öltözni most. Hogy is, a Szabóék még így jönnek. Így fogod várni a Szabóék. Van még egy másfél óra. Tehát még fürödjél, borot válkozzál. Én meg addig szépen elkészítem a tét. Nem olyan kemény szerintem egyébként. Ilyenek kell lenni, ez a meglágyul. Ja. Majd teszek még bele valamit kis. Sütőt bekapcsoltad előre? Bebe. 250 fokra. Milyen? 750? 200. Drágám, most ki a füled. Szóval van benne 4 tojás, azt mondtad? Nem kevés? Mi? Nem kevés az a tojás. Nézem, milyen szépen tagad. Milyen lenne kevés? Egy kis tisztet szóljál alá. Na, rá fog ragadni a deszkát. Szórta, jó szórok, de most a legnagyobb problémát tényleg... Nem csak segíteni akarok. De drágám. Anyám is így csinált, hogy megfogta, alászolt egy kis lisztet. Így. Fogta és egy dollar. Így oda rakta, így. És látod, hogy nem tapad hozzá. Így kell csinálni. Na, tessék csinálja. Nem fogod egy negyedik oda a 250 fokos sütő, az nem nagyon meleg. Au! Azért nem kell venni a tésztát. Nájtok, anyád is vette. De ahogy koskod, hogy nyertek, hogy teszünk, összeragad a gyomrod, aztán nem tudsz kakírni. Vagy? Mennyi, nem akarsz, hogy menni, drágám, jól nagyon-nagyon sokat segíteni akarsz, nem akarsz menni a fürdőszobába inkább, tisztálkodni, szépít kezdni. Nem akarok még annyi idő, ma még itt akarok lenni, mert észre akarok, hogy csinálom. Na, jó, szeretnék ott lenni, hogy... Jó, menjél ki, most be elrendezgetem a tepsiben. És mindjárt. Szép, nyomogatom. A papír beleszed volna? Ez nem papír. Sütőpapír, nem? Nem, ez nem sütőpapír. Ha nem. Ez egy ilyen speciális leveles tészta. Ennek így kell. Mi a tetejét?
Igen, szét kell lapogatni át tojás, tojás sárgájával, hogy ne törjön szét. Úgy. És hogy berakod a sütőbe? Berakom a sütőbe, ezt megfogod, drágám. Köszönöm. Berakom. 250 fokra. Szerintem kéne bele só. Mi? Sótla. Nem. Tudod, mi a tészta, hogyha úgy sül, hogy a nincs. Tudod, mi minden jön még egy pizzára? Pizzát csinálsz. Mondtam. Mondtad. Méghozzá eredeti olasz pizzát, tudod olyat, hogy a Pizza Hutban lehet kapni ezt a vékony leveles tésztát, ami ilyen jó olajos, egy jó tojásos, ilyen... Biztos jó lesz. Vékony, nem olyan... Amelyet letusolok. Drágám, azért remélem a Szabóik előtt nem fogod kritizálni a pizzámat. Biztos lesz benne. Hogy? Hogy? Igen? Hogy mi? Hát hogy nem fogom. Hát persze, miért kritizálni? Hát mert mostanában nem csináltam már. Megterítsük. Segíts. Segítesz. Segítek, Sajdi. Te lépne lesz. Címpé. Segíts. Én nem tudom. Én nagyon kíváncsi. Meddig kell bemarad a sütőt? Na ez jó ez a tegyük? Isten tesz. Csukorítsuk meg. Elisztes a tegyük. Azt mondottam egyébként, hogy ez design. Állófogadás lesz. Miért itt fogunk állni? Azt mondottam, hogy ez design. Gráni égőd a sütőre. Érezzék magad ilyen olaszos pizzériában, kicsit lisztes minden, ott sütik előttük a... Ez spanyol, de nem vagy. Ott sütik. Otanak egymás mellett, most mi a gond? Keverednek. Na. Igen. Ú, ez kész van! Oda néz. Ta-ta-ta-ta. Jaj. Isten illata van. Nem? Ezt muszáj ezt megnézni. Hát, na na. Te ennek ilyen laposnak kell lenni. Meg is kóstoljuk. Hát persze! Közben ráraktam a feltétet, amíg kim voltál a WC-n. Készen fogadtad? Szerintem te kóstolj meg a részre. Na? 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 Na, milyen? Mi van, mit kaptok? Jó. Nem tudom, ragad. Mi ragad? Ötömre egy kis vissza. Nem lehet, hogy most mostál fogat és a fogpaszta miatt érzed ilyen. Ne haragudj, azt kell mondani. Jelen. Őszintén, szar. Ezzel nem lehet venni, hogy befogadni. Mi van? Levegy a kézériát, hozok valami szar. Ez isteni. Te megbolondultál. Hidd el, hogy ezt nem lehet megenni. És miért nem hiszed el? Ha, nem menjél, akarok, hogy megjelzik, olyan mondom, menjél, de így van az, hogy amikor nem akar segítséget kérni. Menjél. Szia, szia. Mit vegyek? Semmit. Kólát. Kólát? Már lesz kólát, ez. Halló, nincs vége. Igen. Szia! Szia, Etelkám, a drága férjed ott van? Na jó, figyelj, csak azért képzeld el, mi történt. Amely a helyzet, hogy tudod, az e-mail nap a programhoz, megvél projektek, tudod, hát azért beszélt veletek is ugye a naléves projektről, mert folyamatosan mindig jön, most bejött egy másik, egy ilyen mávos projekt, hogy kritikai közlekedés, nem tudom, mit akart ő. Az a lényeg, hogy le kell mondanunk ezt a mai bulit, mert nem, egyszerűen nem jön össze, nem ér rá az én drága férjem, nagyon hagyja magát, nem. Szóval ne haragudj, elhalasztjuk ezt a vacsit, jó? Na, megbeszéljük bármikor, drágám, tudod. Jó? Jó, máskor, jó, de, ja, jó, nektek se, jó van, örülök neki. Vagyis, nem örülök neki, csak jó, oké, okay, jó van. Puszi, szia. Puszin a muradat is. Szia. Lebeszéltél. Szerinted? Behozzák a pizzériába. Megeszed az, amikor a vendégeket akarjuk fogadni? Nem. Szóval akkor kivel beszéltél? Én eljönnek a pistáig, vagy a Béla, vagy nem is tudom már, hogy a Szabóék. Kivel beszéltél? Nem jön senki. Mert? Nincs vendégség. De miért? Mert nem mondtam. De miért? Mert alkalmatlan vagyok arra, hogy vendégeket fogadjak.
De most... Nincs most. Vagyis hát most ez van. De ez fontos lett volna nekem, hogy eljöjjön. Nekem is. Most az a problémát, hogy azt mondom, hogy szar, amit csináltál? Á, nem. És te meg ilyen jó kedven leszel? Nagyon jó kedvem van. Igen, akartam is mondani. Nem menekünk el. Berák? Kész? De ha nem kérdete, hogy... Nincs más vacsora. Nem tudom volna. Micsoda? Semmi. Én lassan lefekszem, megvacsoráztam. Elmosom az drágám. Ezt megadtam neked. Szerviszi, ebből sikerült az este. Puszi, puszi. Sokat segítettél. Puszi. Szóval egy furcsán futott meccs volt ez. De hát nagyon sokszor tapasztaljuk a pszichoterápiában azt, hogy egy ilyen esemény után, mondjuk ebben a hangulatban, amiben most hagytuk őket a végén, ebben a hangulatban még nem biztos, hogy rohannak a pszichológushoz, hogy ja Istenem, nagy baj van. Viszont, ha mégis már folyamatban van egy terápia, akkor én azt nagyon gyakran hallom, hogy mennyire rossz érzés az, amikor olyan, mintha óvodásként bánna velem a másik. Amikor tulajdonképpen kioktat, okoskodik, úgy segít, hogy tulajdonképpen az embert egy kicsit földbe döngöli. Hogy annyira bólogatnak itt a lányok, hogy majd a beszélgetés folyamán, azt gondolom, hogy a saját élményeket is meghallgatjuk, de egy kicsi fényt a nézőkre is kérek. És azért kaptuk azokat a kis szavazó cédulákat a bejáratnál, mert most érdekel az, hogy mit gondolunk arról, hogy mondjuk itt volt ez a szituáció. Az is lehet, hogy a pasi jobban tud pénzzel simulni. Simán lehet. Simán lehet, mert mindig mindenhez jobban értenek, ugye? Az is lehet, hogy... Nem rólad mondtam, csak ugye. Az is lehet, hogy hát hiszen ő maga letesztelte, de hát nem akarom én hiszen ezt elemezgetni, egyszerűen döntsük el, hogy melyik oldalnak adtunk igazat. Most ebben a pillanatban, ebben a jelenetben, sajnos nem lehet mindkettőt, igen, tehát akkor most vagy. A rózsaszín lesz a kislány, még mindig nem látom őket. Na már, hogy nem. Tudsz egy kis fényt? Igen. Ezt hagyjad is fönn, mert... Na. Egy kicsit nézzetek egymáson is körbe. Mert... Szeretné valaki indokolni, vagy egyelőre csak önmagáért beszéljen a dolog? Úgy látom. Csak úgy. Tessék? Úgy látom, beszél. Nő uralom. Nem, egyáltalán nem biztos, hogy az van, hogy csak azért, mert a nők mondják. Vannak olyan nők, akik például a fiúkat, ugye? Hogy itt éppen, hogy a férfinak az is igazán. Egyáltalán nem mondhatjuk, hogy hogyan nagy volt az elfogadottság. De mivel elfelejtettem az előbb szavaztatni, ezért most menjünk vissza egyet, hogy az előző jelenetben, amikor az volt, hogy közösen jönnek haza jó hangulatban egy buliról, és akkor abban a jelenetben mit éreztünk, hogy most melyik mellé tudtunk járni. Amikor igazából jó hangulat volt, és aztán mégiscsak kirobbant egy jó kis veszekedés. Hát most figyeld meg, mennyire vesztettél az első jelenethez képest. Most szerintem döntet le, úgyhogy én szavazom. Sárga. Azért van két oldala, amit látok innét. Jó? Mert különben aztán megszabadulok teljesen.